Üdvözlöm a kedves televíziónézőket! Profit című gazdasági műsorunkat látják. Mai adásunkban elsőként Fodor Gyulával, a Beregszászi Főiskola rektor helyettesével beszélgetünk az ukrajnai gazdasági folyamatokról, majd Batára látogatunk, bemutatjuk önöknek Tüzes Pál biogazdaságát. A műsor végén olyan vállalkozókat mutatunk be önöknek, akik sikeresen pályáztak fejlesztésekre az EGÁN-EDE gazdaságélénkítő programnál. Tartsanak velünk! Kinyílt az az olló, ami a viszonylag kevés számú gazdag és a nagyon nagy számú és egyre növekvő számú szegény ember között van, illetve zajlik az a folyamat, ami egy további tőke koncentrációt eredményez, és itt mind gazdasági, mind pedig ennek eredményeképpen társadalmi tőke koncentrációról beszélek. Ez alatt én azt értem, hogy aki eddig gazdag volt, az tovább növeli a gazdagságát, és aki eddig szegény volt, annak hova tovább filléres gondjai keletkeznek. És sokan közülük ezt a helyzetet megelégelve végül is az ország elhagyása mellett döntenek, illetve amellett, hogy valahol máshol keresik a boldogulást, és az emberhez méltó életminőséget, vagy európai életminőséget. Köztudott tény, hogy Ukrajna az egyetlen olyan posztszocialista ország, amelynek nem sikerült elérnie a függetlenné válás idején már meglévő fejlettségi szintjét. Egyre több ukrán állampolgár van arra rákényszerítve gyakorlatilag, hogy elhagyja az országot, hiszen egzisztenciáját, ezt a bizonyos emberhez méltó, vagy európai színvonalú életminőséget itt a helyi jövedelem viszonyok és munkalehetősége közepette nem tudja biztosítani. Az ő hazautalt bérük is természetesen folyamatosan növekszik, ahogy az ő számuk is. Az állami statisztika 12 milliót ismer el, akkor a valós szám lehet, hogy ennél még nagyobb. Ott tartunk most már, hogy Ukrajna lakosságának harmada, negyede az, aki életvitelszerűen külföldön él. Erre nem csak európai, hanem Európán kívüli országoknál sincs jelenleg példa. Tehát ekkora mértékű vendégmunkás áradat afrikai országokból nem érkezik más országba, vagy az Európai Unió piacára. október 23-ai hír az, hogy az ukrán kormány bizonyos deregulációs intézkedéseket fogadott el, és ezek között bizonyos makrogazdasági mutatók jövőbeli alakulásáról, szabályozásáról is döntöttek, például a grivnya árfolyamáról, vagy pedig ugye az infláció mértékéről. El kell mondjam, hogy én szerintem, meg a józanész szerint is, minden egyes törvényi szabályozás annyit ér, amennyi a későbbiekben megvalósul belőle. Az országnak költségvetése eddig is volt, a grivnya árfolyamát eddig is minden évben rögzítették, az infláció mértékét szintén előre látták, és sajnos az eredmények abban az évben, amelyre ezek a szabályozások vonatkoztak, nem mindig mutatták azt, hogy ezt sikerült tartani. Hogy például a grivnya értékállósága az a ugye kemény valutákkal szemben biztosítható a jelenlegi gazdasági teljesítmény mellett. Tehát én ennek az értékelésével megvárnám legalább a 2020-as évnek az első felét. Addig is nagyon sokat mondó az az adat, ami ennek a hírnek a végén szerepel, hogy 2018-ban az európai átlagos vásárlóerő az 14.300 eurót tett ki durván. Tehát európai viszonylatról beszélek, miközben ez az összeg Ukrajnában alig haladta meg az 1300 eurót. Ez azt jelenti, hogy az ukrán lakosság átlagos vásárlóereje az előbb emlegetett gazdasági problémákból adódóan is több mint tízszeresen marad el az átlag európai lakos vásárlóereje vagy vásárló képessége mögött. Ennél beszédesebb adatot a jelenlegi gazdasági helyzet leírására el sem nagyon tudok képzelni.
Most látogassunk el Ugocsába, Batárra, Tüzes Pál farmergazdához, az alig ezer lelkes magyar községben működő biofarmergazdaság lekvárfőző manufaktúrájában sok érdekességet láthatnak. Van kóstolóterem és lekvármúzeum, de az üzem bejáratánál nem mindennapi látvány fogadja az ide látogatókat. Egy mangalica szobor és egy lekváros szilke. A gazda vállalkozása már lassan 15 éve működik itt a magyar és román határ közelségében levő településen. ...2004 óta indítottuk be bio lekvárokat, ivóleveket és szörpöket gyártunk, főleg ukrajnai eladásra, de Magyarország felé is és Ausztriába is adunk el lekvárokat. Tüzes Pál korábban az egészségügyben dolgozott, de aztán az ukrajnai gazdasági helyzet egyre kilátástalanabbá vált. Jöttek a gyerekek, változtatnia kellett. Ekkor sikerült egy magyarországi tanfolyamra beiratkoznia. Sikerült eljutnom Magyarországra egy pályázaton belül egy biotanfolyamra, ez egy másfél éves tanfolyam volt, ahol nem csak elméleti, hanem gyakorlati részeket is tanultunk, különböző biogazdálkodásba sikerült ellátogatnunk, ellesnünk valamit, és hazajövet ugye valamihez kezdenünk kellett, és a lekvár az egy nagy hagyomány a faluban, a lekvárfőzés, főleg a szilva lekvár, és ezzel kezdtük el a kis üzletünket onnan. A farmergazdaság a kezdetektől a biotermékek előállítására szakosodott. Hagyományos technológiával előállított lekvárjai szilvából, áfonyából, szederből, ribiszkéből, berkenyéből, kökényből készültek, de natúr gyümölcslevei is igen népszerűvé váltak, nem csupán az ukrajnai, de a nyugat-európai vásárlók körében is. De előbb nézzünk ki a mangalica telepre. Most lemegyünk a falra, ahol a mangalicát tartjuk, meg a szürke marhát. A szürke marha most kint van a mezőn épp legelni, úgyhogy csak mangalicát fogunk látni, meg maximum 3 csacsit, ami hobbudó van. Kis almás kert, ahonnan a gyümölcsöt beszerezzük, majd visszafelé megállunk. Meg 2 fólia, ahol a szőlőt termesztjük. Ebben a 2 fóliában. Az egyik fő profilja a mangalica tenyésztés. Jelenleg 300 sertésből áll a konda. A koleszterin szegény és igen ízletes mangalica húsból készült ételek, például a nyáson szült hús és füstölt áruk, különböző vásárokon, nagyszabású fesztiválokon nyerték el az oda kilátogatók tetszését.
valószínűleg ez benne van a magyar ember vérében, a mangalica meg a szürke marha tartás, ugye, meg a másik a biotartáshoz nagyon, nagyon jó illeszkedik, ugye, mert látjuk most is, nem kell neki szuper körülmény, nem kell gyógyszerezni őket, semmi más, hanem úgy el vannak, ahogy a Jóisten megadta őket. Amikor voltam Kazaksztánban egy konferencián, és ott előadtam a mangalicából, és a helyi állatorvos megkérdezte, és mi van, ha valamelyik beteg. Hát mondtam, hogy amíg nem éli túl sajnos, hát az így jár a mangalicáknál, de hát az nagyon kevés százaléka, úgyhogy a természet ezt ennek, vagy a Jóisten ennek teremtette. Hát ugye kolbászokat főleg készítünk belőle, tiszta mangalicával vagy szürke marhával keverve, azt főleg a kóstolóterembe és egy néhány étterembe Ukrajnán belül adjuk el. Egy nagyobb Lemberbe, Kijevbe, ők rendelik meg. Szőlőtermesztéssel is foglalkozik a gazda, mégpedig fóliasátorban, mert ott nagyobb biztonságban vannak a fürtök, nem támadják meg a termést különböző betegségek. Megint a kényszer hozta, lábon csak ketten tud állni, max ha van neki a gazdának, ugye azt mondják több lábon, de kettőt többen nem nagyon. Ez pedig a kényszer hozta, mert foglalkoztunk zöldségekkel még 5-6 évvel ezelőtt, amikor még az itteni piacon jobban lehetett értékesíteni. Paradicsom, uborkát, ezt mindet Kijevbe szállítottuk, aztán jött a munkaerőhiány, a piac nincs telensége, és 2 évvel ezelőtt elkezdtünk csemegeszőlővel foglalkozni itt a fólián belül. Azért itt benn, mert a bióba ez is egy nagyszerű előny, mert ugye minden eső után, ami kín van a szőlő, mindig valamilyen baktériumot vagy betegséget elkap, és hál' Istennek itt benn a fóliában, ugye nem kellett rézzel, ami a bióba engedett, megfújjuk egyszer-kétszer, meg víz kell neki, meg tápanyag, ugye. Ami az érdekessége ennek a szőlőnek, hogy ez nem csak bioszőlő, hanem biodinamikus. Most, hogy mi a biodinamika, ez már ugye filozófia, ez a biónak egy felső foka, és vannak barátaim Zsitomírban, akik ezzel foglalkoznak, és őktől vásárolom a szereket, és hát tulajdonképpen ez is a trágyának egy kifinomított fajtája, változata fajtája, és hát és látjátok, hogy milyen szőlők teremnek, semmiféle mesterséges tápok, meg semmiféle kémia nélkül. Kilóba, hát egy ilyen, ezek még fiatal ültetvények, mint én az idén lesz ilyen 10 kilós per tőke, de állítólag lehet 30-40 kilót is rajta elérni, hogyha már fejlettebbek lesznek. Térünk most vissza a kóstolóterembe, ahol arról tájékoztat, hogy ma már lehetősége nyílik arra is, hogy távoli vidékeken is megismertesse tevékenységét, valamint Kárpátalját. Természetesen a vendégek megkóstolhatják a gazda finom szőlőfürtjeit is. Ez a része, ez a kis részét a kóstolóteremnek, ez egy múzeumnak alakítottuk ki, ahová a világ minden tájáról hoznak ismerősök, turisták, lekvárokat. Ez ugye már egy bevett hagyomány, már lassan nem is férnek a polcokon, de mondjuk a legbüszkébb vagyok, egy 1974-es lekvár, azt Magyarországról hozták. Főleg az elmúlt 5 évben Ukrajnából jönnek a turisták, mert amikor elkezdődött ez a sajnálatos háború Ukrajnába, a nyugatról, azelőtt sokan jöttek nyugatról is, egyszerűen féltek átjönni, meg félnek átjönni, de sikerült kialakítanunk több turisztikai céggel ilyen szerződéseket, és ők hozzák a csoportokat. Poltava, Kijev, Lemberg, Odessa,
különböző nagyvárosokban. Van a mézes áfonyás pálinkánk, ami a háznak a specialitása. Ugye van szilva, alma, és szokott lenni még egy specialitásunk a kenderes pálinka, mert ugye még azon kívül, hogy lekvárt főzünk, mezőgazdasággal is foglalkozunk, és ipari kendert is termesztünk, és ennek apropóján készítettük el a kenderes ágyas pálinkát. Elég régi motoros vagyok a szakmában, most már ugye egyre több lehetőség van. A múlt hónapban Kínában voltam, Shanghaiban egy bio kiállításon, az is az ukrán minisztériumon keresztül, ők biztosították a standot, és nekünk kellett vinni az árut, de voltam már Dél-Koreában, Németországban, Olaszország, szóval nagyon sok helyen. Hát eleinte ugye, mint minden kezdőnek, sokat kellett lapátolni, és minden fesztiválon, meg nagyobb rendezvényeken részt vettünk. Hát volt olyan időszak, hogy például Kijevbe hetente jártunk föl mangalicát sütni egy kiállító terem előtt, volt egy szerződésünk, és télen-nyáron két évig oda jártunk föl minden hétvégén mangalicát sütni egészben. Tüzes Pál kitartásának megvan a gyümölcse, nem csak szűkebb pátriájában ismerik, munkáját számos alkalommal elismerték, neve, gazdasága fogalommá vált. Több ezer mezőgazdász, vállalkozó és turisztikai szakember pályázott eddig sikeresen a magyar kormány által támogatott Egánede Kárpátaljai Gazdaság Élénkítő Programnál fejlesztésekre. Keresünk most fel közülük néhányat. Ilyen családi földünk van, meg bérülünk is. Hát pályáztam egy nagy traktort, meg gépeket pályáztam. Két vetőgépet, buzavetőt, tengeri vetőt, kaszát, krumplivájaut, ilyeneket pályáztam. Ez nagyon nagy segítség, hogy így segít nekünk Magyarország. ...2002-ben indult a gondolat arra, többen biztattak rá, hogy mivel szép kis helyen lakunk, igény van rá, érdeklődtek már utána, tehát akkor indítottuk be családi vállalkozásunkat, a falusi turizmust. Ez, ahogy elkezdtük, egyre jobban bővült, igény volt rá, Kárpát, Ukrajnából, Magyarországról, Horvátországból, még csak Spanyolországból is voltak vendégek, akik a vendégkönyvben felírtam mindent, a mai napig összekötetésben vagyok velük, bármikor fölhívom őket, vagy ők engemet. Tehát ez 2002-től indult, aztán ahogy bővültünk, családommal, férjemmel hozzákezdtünk kibővíteni. Így hozzáépítettünk egy kis panziószerűséget, amely három szobából áll, minden szobában külön mosdórész, tusoló és a kis hálószoba. Aztán az Egánede lehetőséget adott nekünk, hogy ezeknek a szobáknak a felújítására, tehát igényeltem, a bútorokat átcserélhettük. Voltak olyan vendégek, akik több napra jöttek családostól, nem igényelték az én főztömet, tehát a reggelit és a vacsorát. A kis konyhán, amit az előbb láttak, átadtam nekiek, és akkor ők egyedül készítették. Ez több napig tartott így. Az idegen, hát a, mármint akit, amit, akiket az irodától kaptunk vendégeket, azokat viszont a családi házunkba fogadtuk. Ezért kellett a bútorok felújítása, kibővítése.
Aztán volt rá lehetőség, hogy mezőgazdasági. Meséltem az előbb arról, hogy elvárások voltak a részünkről, hogy házi pálinka, házi bor, tehát szőlő kellett. Megigényeltem a földrészeket, megkaptuk a falutól, beültettük szőlővel, tehát saját házi vörösborunk, fehérborunk van. A pálinkát is egyedül főzzük. Hát a virágokkor olyan a 90-es évekkel jótott, majd durván mindjárt 30 év. Akkor kedden mondjuk egy vágott szekvővel kezdtük eleinte a termelést, aztán egy kicsit tovább ilyen, megint csak ilyen vágott virág, rózsa volt, ez ma az ilyen, és akkor most egy pár éve ilyen balkondövények. Ezeket termesztjük, ami most jelenleg most ezzel kicsit sikeresebb, mint a vágott virág termesztése. Hát ezek a fóliák, ezek itt megvoltak, ez még önerőből, még ez már régebbiek. Ha pályáztunk az előző pályázatba fűtőberendezésekre, ilyesmire, ilyen öntöző, cseppfektető berendezés, öntöző, ilyen adagolók, mindenek, most a legutóbbiben egy fóliasátor, egy olyan kicsit újabb, modernebb, az épp mostan épül, és szeretnénk majd még egyre, ha sikerül a legközelebbi pályázat is. Turisztikával 2015 óta foglalkozunk. A 2016-os Egáneda által kiírt pályázati lehetőséget megragadva sikerült megépítenünk a paprika, hátomnál látható paprika vendégházat, ami azóta már belett minősítve a Kárpátiai Magyar Turisztika Tanács segítségével, közreműködésével, az Egáneda Kárpátai Gazdaságfejlesztő Program segítségével még sikerült a paprika csárda konyhaját berendezni, továbbá a kedves feleségemnek sikerült a hátul látható büfékocsit megpályázni. Vállalkozásom korszerűsítésében és fejlesztésében nagyon nagy segítségemre volt ez a Egáneda Gazdaságfejlesztési Program. További pályázati lehetőség kihasználásával szintén szeretnék fejleszteni a vállalkozásomat. Igyekeztem mindig maximálisan kihasználni a pályázatokat. Esővízbe, gépekre, mindenféle vetőgépre, burgonyavetőgépre, burgonyarázóra, műtrágyaszóróra, ilyesmikre pályáztam. A második fordulóba volt rá lehetőség egy ilyen magtárat, hogy megépítsünk, azt igyekeztem megcsinálni. A harmadikat is próbáltam maximálisan kihasználni, meg is kaptam ott egy nagy teljesítményű 8 tonnás pótkocsit, vásároltam előle, az is sikerült. Úgyhogy most is szeretnék pályázni, és megragadnám a lehetőséget a magyar kormánynak, hogy köszönetet mondani ezekért a pályázatok, mert nagy segítség. Akik mezőgazdasággal foglalkoznak, tudják nagyon, hogy nagyon kegyetlen munka van vele, és nem mindig sikerül az a profit, amit szeretnének. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Kövessék a Profit című gazdasági műsort a világhálón is. Viszontlátásra!